Nagy szeretettel köszöntöm nézőinket, önök a Szigetkő Sport harmadik adását látják. Mai adásunkban kiemelten foglalkozunk a labdajátékokkal, de ott jártunk a kerékpáros béketúrán is. Ezüstéremmel és feljutással zárta az MTE 1904 az MB3 nyugati csoportját. A mosonmagyaróvári labdarúgók így jövőre már a másodosztályban bizonyíthatnak. Második hely és feljutás a másodosztályban. Így zárta az MB3 nyugati csoportját az MTE 1904. A csapat az utolsó játéknapig harcban volt a bajnoki címért, és ez ugyan nem jött össze, de az ezüstérem így is pazar teljesítmény. Én megemelem a kalapomat a játékosok előtt, a szurkolók előtt, az egész stáb előtt, a elnök úr előtt, mert itt ebbe a fél évbe olyan nagyot mentünk, hogy ez tényleg hihetetlen. Tehát most Nem illik szomorúnak lennem, mert ez a fél év ez olyan volt, hogy oda tette magát mindenki, és ez egy nagyon szép fél év. Erre biztos, hogy szívesen fogok visszaemlékezni. Az MTE 39 meccsből 21-et megnyert, és 69 pontot szerzett, így végzett ezüstérmesként. Emellett a Mosonmagyaróvár lőtte a legtöbb gólt, szám szerint 72-t, így nem meglepő, hogy a góllövőlista első helyezettjét is a kék-fehérek adták. Magasföldi József 18 találattal bizonyult a legjobb mesterlövésznek a nyugati csoportban, míg a második helyen hármas holtversenyben Laki Balázs végzett 17 góllal. A csapat az utolsó 6 bajnokiát egyaránt megnyerte, a játékosok remélik, ez a lendület kitart majd a következő szezonra is. Nagyon jól érzem magam itt Mosonmagyaróváron, sikerült ugye elérni a célunkat, a feljutást. Az MB2-ben a bemaradás lesz a cél, amit szerintem, hogyha a csapat gerincét egybe tartják, plusz egy-két fiatal játékossal erősítünk, akkor ez meg is lehet reális, ez a cél. Az MTE kiváló elegye a rutinos és a fiatal játékosoknak. Magasföldi Tarci és Jasárevics korábban megjárta az MB1-et, és sok nagy csatát megélt már Smatovics Gábor is, az óváriak csapatkapitánya. De mellettük ott vannak az olyan saját nevelésű játékosok is, mint Hajós Krisztián vagy Darás Péter. Már kiskorom óta itt játszom a csapatnál, és ez hatalmas élmény tényleg itt a Gáborékkal, már itt vagyunk nagyon régóta, ő is volt az edzőm, és így most egy csapatban ez nagyon nagy élmény. Folytatás augusztusban egy osztállyal feljebb, már az MB2-ben. Új sportágban bizonyították tehetségüket az MKC kézilabdázó és az MTE labdarúgói. Mosonmagyaróvár két legnagyobb sportegyesületének játékosai egy hajóba ültek és eveztek egy jót a Mosoni Dunán. Így oszlopba, úgyhogy nagyjából képzeljük el, hogy nem képzeljük el, ki melyik oldalon tud lapátolni, jó? Még néhány jó tanács a szakemberektől, és már is vízre szállhat a két óriás csónak. Benne az MTE 1904 labdarúgóival és az MKC kézilabdázóival. A két egyesület sportolói ugyanis csapatépítő sárkányhajózáson vettek részt a közelmúltban. Pröccsenni fog a víz, tehát lehetőleg lábújhegyen sikítózzunk, hogy nedves a víz, meg hideg, meg stb., mert ezt mindenki tudni fogja. Kis csónakom leng a Duna vizén.
nem kapok levegőt! Hogy beállt úgy a kezem, már vissza kéne fordulni szerintem. Jobb, mint egy edzés körülbelül. Szerintem már mindenkinek beállt a karja. Úgy látom, hogy a csapat is vevő erre az egészre, és hát a lányok segítségével nyilván sokkal jobban is haladunk, úgyhogy hát mindent bele nagyon-nagyon drukkolok a csapatomnak, reméljük, hogy lehúzzuk ezt a kis mini versenyt. Felkészülni! Stop! Látszódik a csapatmunka, nagyon jók vagyunk, együtt tudunk működni, nagyon jó a víz, kellemesen hideg, a nap egy kicsit túlzottan süt, de egyébként jó, lesz legalább egy kis színünk. Csapatunk az szemmel láthatóan nagyobb erőt képvisel a vízen, mint a másik vízi csapat. Sajnálatos módon a dobosunk az már fejben az érettségire készül, ezért néha ütemet téved, igyekszünk, hát igazából nem ellenfél a második csapat. Az említett versenyt a narancssárga hajóban nevező csapat nyerte, a vesztes citromsárga hajó tagjai pedig énekelhettek. Két szegény legény szántani menne, de nincs engenye. Nagyon jól alakulnak a dolgok, mert amellett, hogy feljutott a foci csapatunk az NB2-be, a kézilabda csapat a rájátszásban szerepelt kiválóan. Az ilyen közösségi programok is egyre vidámabbak, egyre gördülékenyebbek, és egyre több program van közösen a két csapattal, ami szerintem nagyon jó, hisz hogyha a városban is azt látják, hogy ez a két csapat összetart, és közös programjaik vannak, és vidámak, és jól érzik magukat egymással, akkor az kifelé is egy ilyen pozitív dolgot sugároz. Mára mind a kézis hölgyek, mind a labdarúgók számára véget ért a szezon, így már teljes gőzzel a nyári feltöltődésre lehet koncentrálni. Mindenki megy haza pihen, megy nyaralni, kihasználjuk a jó időt, aztán kezdjük a szezont előről. Igazából hazamegyek, család, haverok, kis szórakozás, nyaralás most nem terveztem, úgyhogy csak strand lesz valószínű. Először lesz egy családi nyaralás, utána meg hát attól még edzeni kell, hogy szünet van, tehát azért megkaptuk az egyéni rendeket, azt végig kell hajtanunk, tehát kondi, erőléti edzések, ezeket meg kell csinálnunk, de persze mellette a pihenés a fő célom. Otthon leszek, elmegyek esetleg édes szüleimmel, édesapámmal, édesanyámmal nyaralni valamár, majd meglátom, hogy hogy alakul. Nem terveztem előre semmit. Pihenés mindenképp. Aztán hát felkészülni az alapozásra mindenképp, mert elég kemény lesz, úgy hallottam, úgyhogy rá kell pihenni. Sopronban leszek szerintem többségében, de hazalátogatok Tatabányára is, meg még lehet, hogy benne lesz egy nyaralás is, csak még az időpontot azt nem tudjuk, hogy hogy lehet összeegyeztetni. Hát otthon leszek leginkább, mert már régen voltam otthon, aztán inkább a szüleimmel leszek, meg a családommal, a kutyáimmal, úgyhogy. A sárkányhajózás után rövid játékra invitáltuk a kézis hölgyeket és az aranylábú focistákat. Kíváncsiak voltunk, mennyit tudnak egymás sportágáról. A legtöbben jól vizsgáztak. 2x45 perc és a hosszabbítás, amit a bírónk szab meg. 90. 2x45 perc. 2x30. 60. 2x30. 1 óra. Véleményem szerint 40-szer, talán 100-as. Passz, nem tudom.
100 méter, fogalmam sincs hosszú. 50 széles, 60. Hát szerintem 100-100 méter és 50-50, valahogy így. Hát úgy shots per kb. Mondanék egy 20-szor, mondjuk egy ilyen 40-es, 45-ös? Hát olyan 50-szer 20 méter. Hát szerintem egy ilyen 40, annyira nem tudom a szabályokat sajnos. Hát akkor, hogyha az egyik játékosra sem van, hát hogyha például nálam van a labda, és a társamnak előre ívelem, és előrébb van, mint a leghátsó védő az ellenfél csapatánál. Hát az, hogyha a kapuson, tehát a kapuson a kapu van, és a támadó előrébb van, mint a védő, az utolsó védő. Valami ilyesmi. Van a védősor, és amögött van a csatár, és ha rúgják a labdát, akkor lesbe van. 7. 6-ról. Mert most... 7-es. 7-ről. 7-es. 7 méterről. A nap zárásaként, mert még mindig nem volt elég a mozgásból, a kézi, a foci és a sárkányhajózás után egy negyedik sportágat is kipróbáltak. Nehezen indult, remekül zárult, röviden így foglalható össze a Mosonmagyaróvári kézilabdaklub második szezonja. Az idény egy remek hangulatú ankéttal zárult, ahol együtt ünnepeltek a szurkolók, a szakmai stáb és a játékosok is. Hangulatú ankéttal zárta a 2015-2016-os szezont a Mosonmagyaróvári kézilabdaklub. A szurkolók, a játékosok és a szakmai stáb ezúttal kötetlen formában találkozott egymással, és most nem is a kézilabdáé volt a főszerep. Mit rendeltek, lányok? Csintanékot! Mosonmagyaróvár! Minden jó, ha jó a vége. Így gondolkodhatnak az elmúlt szezonról az MKC játékosai és a szurkolók is. Az idén ugyanis nehezen indult, de remekül végződött. Bizonyíték erre a veretlenül megvívott alsóházi rájátszás, ahol a csapat 5 győzelem mellett egy döntetlent játszott. Érdekesen indult, reménytelve, aztán közben jöttek olyan vereségek, amiket nem akartunk, de szerencsére a végére összerázóztunk így új edzővel, új lendülettel, és így, mint a hangulaton is látszik, jól zártuk az évet. Ez a szezon ez nem volt egy egyszerű eset, azt gondolom, hogy az első része egészen január-februárig egy elég nehéz feladat és nehéz dió volt, viszont most azt gondolom, hogy Varga József megváltotta a világot a szurkolók szemébe és a csapat szemében is. Az eleje az nem úgy sikerült, ahogy terveztük, de a vége felé összeszedtünk magunkat, rájátszásban meg úgy gondolom, hogy jól játszottunk. Visszás szezon volt, mert volt ennek jó az eleje, meg jó a vége, de a közepe a szenvedés volt, és én azt gondolom, hogy azért a beteljesítés és a rájátszása teljesen összejött, és úgy gondolom, hogy egy jó csapattal tudjuk befejezni a szezonot. Remélem, hogy a jövő szezon jobb lesz, mint az idei. Nem jött össze annyira, de azért a hajrában megnyomtuk a meccseket. Neked az érzés, nekem az élet, gyere és megmutatom, mi az, ami érted! Hogy mindenki jól érzi magát,
Remélem a szurkolók, a lányok egymásra találtak, nem csak a bajnoki mérkőzéseken, hanem most ezen az összejövetelen is. Próbáljuk hozni azt a családias légkört, amit azt gondolom, hogy majd Mosonmagyaróvárra januártól az új sportcsarnokba tudunk majd mindenkinek hozni. Szerintem annál jobb érzés nincs is, hogy összejövünk ott, hát mondhatom, hogy 300-400-on, és akkor mindenki egy célért küzd, szerintem annál nincs is jobb. Sajma, otoliszkába, keserű magába, szolg a legénynek, sej a szegénynek, neked is vacsora. Hogy nagyon beleérik magukat, úgyhogy nagyon jó a hangulat. A kimondhatatlan, felbecsülhetetlen, csak az óvár. A világ legnagyobb értéke. Ez a miénk, ez a mi csapatunk. Nekünk ők a minden. Ezeknél a szurkolóknál nincs jobb, úgyhogy 100%, hogy fogjuk őket hallani, és szerintem sokkal többen is lesznek, mert hát közelben lesz, nem kell kocsiság, hangosabbak is lesznek ettől. Mert a tényleg sosincs panasz, imádjuk őket, szuper, amikor szurkolnak, nekünk mindig mellettünk állnak, még a nehéz helyzetekben is, és tényleg, jól látjátok, a végére nagyon összeértünk. Akkor is biztatták a csapatot, amikor egy kicsit gyengébben szerepelt, most ugye a rájátszásban meg jobban szerepeltünk, főleg egymásra találta a két csoport. Hello lányok, akiket várunk mi a széllel. Hello lányok, akiket kiáltunk mi éjjel. Hello lányok, minket izgatsz, hogyha néztek. Oh, hello lányok, mert nekünk ti vagytok a péntek. A sikerek nagyban köszönhetőek az új vezetőedzőnek, Varga Józsefnek, aki idén közben vette át a csapatot. Az ő keze munkája hamar meglátszódott a lányokon és az eredményeken is. Új lendületet hozott, új taktikát, és mint az eredményeken látszik, ez szerencsére jól is jött ki a csapatból. Én úgy gondolom, a sikerek mindig egy jó hangulatot hoznak magukkal együtt, úgyhogy remélem, hogy ez most is így van. Még valami kérdés? Mosonmagyaróvár nagy tradíciója van a kézilabdának, azonban azt gondolom, hogy NB1-es szinttel mi egy új színfoltot hoztunk a városba, amikor megérkezett a csapat, és ez a szeretet, amit körülvesz bennünket, ez meg leírhatatlan. Tehát miért mi a csapat, mi a szurkolókért, meg a szponzorokért, meg mindenkiért Mosonmagyaróvárra játszunk, és reméljük, hogy ezt folytatni tudjuk a továbbiakban is. A 27. alkalommal rendezték meg az egyre népszerűbb béketúrát. A résztvevők idén is három országon keresztül tekertek közel 65 kilométert. A jó idő ez alkalommal kedvezett a tekeréshez, így rengetegen vállalták az idei béketúra útvonalát. Közel 1200-an indultak el Szlovákiából, hogy aztán Ausztrián át Magyarországra érkezzenek. Szerencsénk volt, szél nem fújt, gyönyörű napsütésbe tudtunk kerékpározni. És ami a lényeg ennek a rendezvénynek, hogy ez tulajdonképpen arról szól, hogy közben beszélgetünk, jól érezzük magunkat, nem arról, hogy most nagyon-nagyon elfáradjunk, hanem azért én úgy érzem, hogy itt barátságok kötődnek, a régiek találkoznak, nagyon sok olyan emberrel találkoztam például, aki már az első túrákon is itt volt. A túra az indulók számára természetesen csak a szórakozásról szólt, ám a szervezők már hónapok óta azon dolgoznak, hogy minden simán menjen. Össze kell hangolni a rendőrségeket, azért az nagyon nagy munka. Szerencsére van szlovák és osztrák partnerrendező, végül is a fő rendezője a túrának mindig az, aki a végét rendezi. Most, hogy sőt, 5 éven keresztül mi voltunk a főszervezők, most ezt jövőre átadjuk, társrendezők leszünk, és Ausztriában lesz vége.
Alkalom, de tudom, hogy nem először szervezik, úgyhogy csak gratul a szervezőknek, én ezt tudom mondani. Sok jó ember, bringa, jó idő, hangulat, minden megvan. Az osztrák aszfalt jobb azért, mint a magyar, de jó a szervezés. Én teljesen meg vagyok vele elégedve. A túra a legjobb példa arra, hogy a sport tényleg összehozza az embereket, amelynél nem számít a nyelv vagy a kultúra, csak a mozgás és a jó hangulat. Itt az osztrák, a szlovák, a magyar, itt nincs náció, itt a sportember van! Sokan félek, hogy nem tudom megcsinálni, de meg lehet csinálni. Az ember viszi a többi. Nem baj, ha nem olyan egyszer. Akkor is egy hatalmas élmény. Én tavaly voltam először, és azt mondtam, hogy sosem hagyom ki. Mindig jönni fogok. Take a look around you, yeah, the sky is falling. Shouldn't say your presence, train is off the tracks. Nothing is forever when tomorrow's calling. Dancing with the devil to get one day. Másodszor veszek részt ezen a túrán. A szervezéssel teljesen meg vagyunk elégedve. Szerintem minden rendben ment. Egy-két kisebb baleset. Hatan indultunk egy bolyba. Ketten lemorzsolódtak. Négyen folytatjuk. Így 35 az ember már valamiféle sportot el kell, hogy kezdhetettem. Világértem, hogy sportoltam fiatal koromban, és utána, ahogy az iskolás évek befejeződtek, ugye az ember egyre inkább csak a munkának élt, és az utóbbi pár évben kénytelenek voltunk valamit ismét választani, és így döntöttünk a bicikli mellett. Jövőre tehát változik az útvonal, ám a terv és a kerékpárosok lelkesedése biztosan változatlan marad. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ez volt a Szigetkő Sport harmadik adása. Ha ötletük, témajavaslatok lenne, akkor azt a képernyőn látható e-mail címre kérjük, küldjék el nekünk. Tartsanak velünk két hét múlva is, a viszontlátásra!